10 dojo és közel 200 fő edzett a hétvége folyamán Gárdonyban a VVS-i sporthotelben. Az őszi edzőtábor az IKO Kyokushin Kaikan Hungary szervezésében valósult meg, amely a Kyokushin Karate magyarországi ágának mozgatórugója. Az őszi felkészülésre látogatók közül többen nem kisebb eseményre, mint a European Open Karate bajnokságra készülnek. A tábor színvonalát az is növelte, hogy Sensei Alejandro Navarro is jelen volt, aki a Kyokushin Karate kiemelkedő alakja. 2 hét múlva Európa bajnokságon veszünk részt, úgyhogy igazából emiatt jött létre a tábor, tehát Európa bajnokságra készülünk, és ezért hívtunk meg egy olyan személyt, aki 17-szeres Európa bajnok, úgyhogy őtől rengeteget tudunk tanulni. Szeretném, hogyha a gyerekeink minél több embertől tudnának tanulni, olyan emberektől, akikre fölnéznek, és magukba tudják szívni a ő tudását is. A közelgő EB-ről a 17-szeres bajnok Navarrót is megkérdeztük, aki azt mondta, alaposan felkészült, már csak harcolnia kell, és már csak az eredményt várja, de a magyarországi indulókról is szót ejtett. I can see how they work. Nagyon jók az alapok, látom, ahogy dolgoznak. A mi munkánk során az alapozás nagyon fontos, de ezt sokan elfelejtik, kihagyják, mert kissé unalmas. A magyar versenyzők erős alapokat építettek, erre sokat lehet még építeni. A Sensei érkezése egyébként akkora érdeklődést keltett, hogy a hagyományos őszi táborra mintegy 100 fővel többen jelentkeztek a szokásosnál.